Sziasztok! Itt ismét a Tinta. Remélem sokan vagytok a képernyők előtt. Sajnos nem sokára megkezdődik az iskola, úgyhogy lássunk egy összefoglalót a tavalyi sulilesből. Itt vagyunk Győrben, a Győri Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium helyszínén. És itt állunk a speciális szakiskola előtt. És akkor nézzünk be a Fáy András Műszaki Szakközépiskolába, amit látjátok, egy szép épület. Also wir begrüßen alle herzlich in dem größten Nationalitäten Gymnasium in Verisvár, in Friedrich Schiller Gymnasium. Jelenleg itt vagyunk a legkisebb balettosoknak az irodalom óráján. Itt található a virágkötő műhely, ez az én osztályom, én is itt tanulok. Saját osztályomban benne, saját tantermemben, saját osztályfőnökkel, aki egyben az igazgató is. És nézzük meg, milyen órát tart. Akkor most menjünk be az egyik tanórára, és kérdezzük meg diáktársainkat, hogyan vélekednek a gimnáziumról. Tízesület az optimál für ist. Az iskola ingyenes sportolási lehetőséget biztosít a jól felszerelt konditermével. Mivel Pomász térségéből indítanak buszt, így megkönnyítették a dolgomat. Nagyon jónak találom itt az iskolánkban, hogy LCDL vizsgát tudunk tenni. Most láthatjuk a legkisebbek gimnasztika óráját. A diákok különböző kisebb ajándékokat készítenek, mint például telefontartók vagy díszpárnák. A szakmai élet itt kezdődik. Mint ahogy hallhatjuk, itt fúrás-faragás reszelés van, megtanulunk a fémekkel bánni. A képesítő vizsgából láthatunk egy-egy részletet. Itt állunk a tankonyhában, itt a gyors ételmi ételaladók végzik szakmai gyakorlatukat. Épp egy fizika óra zajlik, ahol a diákok csoportmunkában dolgoznak. Ez itt az ebédlőnk, itt a diákok A és B menü közül is választhatnak, és az egyik menü az direkt ilyen karcsúsító és az erőllétüket fenntartására való menü. Ez iskolánk menzája, mely több száz diákot lát el naponta különböző választékokkal, és a kollégiumunk lakói is rendszeresen itt étkeznek. Tehát a tornatermünkbe állunk, mint látszik, nem túl nagy, de otthonos. Itt van minden nap tesi óra, kicsiknek, nagyoknak, egészen érettségéig. Iskolánk tornacsarnoka mérete miatt egyéb rendezvényeknek is otthont ad. A tizedikes diákok éppen portrét rajzolnak. Itt vagyunk a pénztárteremben, ahol a pénztárgép kezelését sajátíthatjuk el. Most betekintést nyerhetünk a benzinbefecskendező műhelyben. Itt a srácok, akik már technikus évfolyamon vannak, ők a motorok próbapadi mérésével foglalkoznak, műszeres mérésekkel, valamint a benzinbefecskendező rendszereknek vizsgálatával és szerkezeti felépítéseivel. Bemutatom nektek Sárit, ő iskolánk szobrász tanulója. A szobrász szakmában viszonylag kevesen vagyunk, de nagyon igyekszünk minél nagyobb, kreatívabb szobrokat készíteni, amelyek a folyosón is megtekinthetőek. Jelenleg is egy nagy projekten dolgozunk közösen csapatmunkával, ami majd későbbiekben meg lesz található bárhol az iskolában.
Diákjaink a hagyományos és akadémikus festészeten kívül kreatív képességeiket is fejleszthetik. Most pedig szeretném bemutatni Mészáros Antal szakoktatót, és átadnám neki a szót a lenti műhely bemutatására. Köszönöm szépen! Itt egy építős műhelyben vagyunk jelen pillanatban, ahol a tanulóknak az összes építőipar szakmának az alapkiképzése folyik. Itt vannak festők, burkolók és könyves tanulók, és ide járnak még az útburkoló szakosok is. Ami lehet látni, itt lehet az építési anyagokat használják a gyerekek, a szerszámoknak a szakszerű kezelését sajátítják itt még el. Ez egy autó elektronikai műhely, ahol a tanár úr fog majd egy kis beszámolót tartani, hogy mi is folyik itt valójában. Autoelektronika laborban vagyunk, ahogy az előbb már hallották. Itt 6 mérőhely van kialakítva a tanulóknak az autoelektronika témaköréből. Itt ezen a helyen, amit itt lehet látni, egy GM Multec motorirányító, integrált motorirányítót szerelnek össze a fiúk próbapadon, és szimulálják azokat a jeleket, amelyeket egy normális állapotban a jármű felvett olyan információkat állítanak elő, olyan bemeneti információkat, amelyek üzemközben előfordulnak. Jelenleg a kollégiumunkban járunk, ez a kollégium ilyen kis családias. Ez itt kollégiumunk társalgója. Majdnem talán őt kérdezik a kollégiumi élettel kapcsolatban. Kollégiumunk 75 férőhelyes, ebben a tanévben 54 diákunk lakik a kollégiumban. Távolabbi városokból is, például Székesfehérvárról, de közelebbről is Visegrádról, Pomázról vannak tanulói. Egy fiatalabb lányszobát láthatunk. Ennek a szobának az a különlegessége, hogy ezen a szülők dolgoztak több hétig, ők dekorálták, díszítették, és egyben ez az egyik legnagyobb lányszobánk. Ez volt a mi iskolánk, remélem, hogy tetszett. Ennyi volt az iskolánk, reméljük nagyon tetszett. Ennyi volt iskolánk bemutatása. Reméljük, hogy tetszett az iskolánk, és amennyiben tetszett, akkor várunk titeket a felvételikor. Sziasztok! 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 And the good! Alles gut! Szinte hihetetlen, hogy már 16 évesen a Fővárosi Nagy Cirkuszban szerepel. Most bemutatjuk nektek Zseráldot, a bohócot. Jöjjön hát a komikusok koronázatlan királya, Mr. Gerard! A következő percekben Magyarország egyik legfiatalabb bohócával fogok interjút készíteni. Hogy került a cirkusz az életedbe? Én beleszülettem. Nekem a családom, a nagypapám, nagymamám, mindenki cirkuszos volt. Én 4 éves korom óta aktívan dolgozok így a cirkuszban. Miért pont a bohóckodás? A nehéz a bohócoknak? Hát nehéz megnevettetni a közönséget. A bohócnak a legnehezebb. Én nagyon szeretem a nagypapámat, hogy ő ezt csinálja, és én tőle örököltem ezt. Én nagyon szerettem. Hogyan készülsz fel egy előadásra? Te találod ki a műveket, az előadás? Igen, hát szoktam is nézni más bohócokat, például a példaképemet is, és így a tükör előtt így begyakorolom azért. Ki a példaképed? Charlie Chaplin. Miért éppen ő? Ő minden bohócnak a példaképe. Kialakult már egy előadásod, és ezt a közönség nemrég láthatta is a budapesti nagy cirkuszban, fővárosi nagy cirkuszban, a cirkuszok éjszakáján. Hogyan kerestek fel, hogy kerültél oda?
Richter József, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója apukámat megkereste, és így bekerültem a Fővárosi Nagy Cirkuszba. Kaptam egy lehetőséget, hogy felléphetek, és én ezzel éltem is. Milyen érzés volt ekkor a közönség előtt fellépni? Nagyon jó érzés, mert azért közel 2000 embert megnevettetni, ez kicsit nehéz is. Mik a céljaid még a jövőre nézve? Hát, eljussak több nagyobb cirkuszhoz. Bóckodást akarod csinálni mindig? Igen, igen. Az. Én annak élek. Az az életem. Sokat gyakorolsz? Hát, kicsit. Én előadás előtt szoktam egy órával elkészülni. A smink úgy körülbelül fél óra úgy hajjal minden, mert nekem így fel van zselízve ilyen tüskékbe. És ez úgy olyan fél óra. És a sminken? A saját magam csinálom. Az akrobatikus részei a fellépésednek, ahhoz kell valamilyen fizikai felkészültség is. Nehéz ezeket megcsinálni esetleg? Hát nem, de azért próbálok sokat. Hogy választod ki, hogy kihez mész oda egy előadás alkalmával a közönséghez? Általában előadás előtt én megnézem, mikor már beül az össze a közönség, és akkor úgy, aki szimpatikus. És akkor már én ott vagyok az előadásban, akkor én őt választom ki, aki nekem szimpatikus. És ez nem szokott rosszul elsülni, nem tudja megcsinálni, amit kell, vagy nem tudom? Nem, ez annál jobb. Így adja magát, hogyha valaki úgy hibázik. Most láthattok egy riportot egyik régebbi műsorunkból. Karácsonyi adásunkban különleges vendégünk Gerendás Péter, aki egy hatalmas koncertre fog készülni. Igen, december 26-án a Szima rendezvényközpontban lesz egy nagyszabású koncert este 7-kor, melynek sztár vendége Radics Gigi lesz, aki egy különleges tehetségű énekesnő, és hát egy olyan különleges zenekar lesz, amelyben a gyermekeim is játszanak. Tehát ez egy ilyen családi ünnep is lesz számunkra is. Radics Gigit honnan ismered? Amikor volt a Magyar Dalok napja, vagy ez a Magyar Dal napja egész pontosan, a Szigeten ott ismerkedtünk meg, és hát számomra az emberi motívum az nagyon fontos, és nagyon szimpatikus volt abból a néhány mondatból, amit váltottunk, ez kiderült. Úgyhogy nagyon szimpatikus, kedves személyiség. Milyen zenét fogtok játszani? Hát az elmúlt 14 lemez anyagából fogunk játszani, és ezúttal a sztár vendég nem csak egy ilyen rövid egy-két számra lesz jelen, hanem egy nagyon hosszú ideig lesz a színpadon, tehát közösen fogunk énekelni néhány számot, külön-külön is, de közösen is. És hát nem egy ilyen szokványos sztár vendég, hogy bejön két-három számra, hanem sokkal hosszasabban fog időzni a színpadon. Sok koncerted van, kisebbek, nagyobbak. Mit érzel különbségnek a kettő között? Hát a kis koncert, a kis helyen, annak speciális hangulata van ugye az intimitása miatt. A nagy koncertnek meg pont azért van nagyszerű hangulata, hogy az ember nagyon élvezi, hogy nagy színpadon van, hogy nagy légtérben játszik, hogy nagy tömeg előtt játszik. Nagyon fontos a közönség szeretete, és azt érezni, hogy nagy érdeklődés van egy ilyen koncert iránt, az egy nagyon fontos és jó érzés az embernek.
karácsonykészülés hogyan telik? Hát ez a gyerekeknek, és abból van azért néhány itt kéznél, mert hát én erről vagyok többek között ismert, tehát ezt biztos, hogy nagyjából tudják rólam, hogy jaj, mi újság, hogy vannak a gyerekek. Hát a gyerekek számára ez mindig egy nagyon fontos időszak, amikor is elő van egy olyan kategória, hogy előajándék. Ez már ilyenkor karácsony előtt jóval előtérbe kerül az előajándék kérése. Tehát ez már ünnepi hangulata, a karácsony előtti időszak az jóval azt megelőzően néhány héttel már ennek jegyében telik. Minden zenéd valamilyen üzenetet közvetít, ez karácsonykor hogyan mutatkozik meg jobban? Hát én nekem mindig nagyon fontos volt, hogy az emberek egymást tiszteljék és elfogadják, és ilyenkor karácsonykor az a szó, hogy szeretet, az úgy nagyon felerősödik, de én azt szeretném, hogy az emberek nem csak ezen a bizonyos napon szeretnék egymást, vagy fogadnák el egymást, hanem politikai meggyőződéstől függetlenül azok az emberek, akik valaha együtt voltak egy osztályba, jártak egy padba, ültek együtt, fociztak vagy pingpongoztak, azok ne fordítsanak egymásnak hátat, csak azért, mert az egyik ezen az oldalon, a másik meg azon az oldalon. Szerintem ez a koncert is az egymás elfogadásáról és a szeretetről fog szólni, legalábbis nagyon remélem. Mai zenei csemegénk egy igazi amerikai rock and roll. Itt vagyunk a Kobuci kertben, ahol nem sokára Sunny fog fellépni. A Sunny és a And His Wild Coast zenekarral. Hogyan alakult a zenekar? Úgy alakult, hogy ez már 11 éve történt, hogy hát különböző ilyen zenei berkekből egyszer csak, vagy nem egyszer csak, hát így már jó ideje az ember tervezgette, hogy alakuljon egy zenekar, és ez 2002-ben jött létre. Tavaly tartottuk egy elég jó nagyszabású, ilyen 10 éves évfordulós koncertet, ami nagyon jól sikerült. Na a lényeg, hogy 2002 óta működünk. A felállás változott közben, de a zenei irányvonal, meg az egésznek a céljai, meg a dolgai, azok változatlanak, úgyhogy azóta is nyomjuk. Milyen zenét játszatok? Ez a 40-es, 50-es évek Amerikájának a rhythm and blues zenéje, ezt szoktam mondani, de ez egy ilyen tágabb értelembe lehet venni, tehát a blues zenétől kezdve a rhythm and blues, rock and roll, country and western, swing, tehát az akkori zenei világban, ami amúgy is izgalmas volt, hogy így egymással reagáltak a különböző zenei műfajok, és ebből alakultak új műfajok, tehát ezt a világot képviseljük gyakorlatilag. Milyen helyeken léptek fel? Mind nagyon sokféle helyeken. Tehát például a Kobuci kert, ez az egyik kedvencünk, ilyenkor nyaranta, itt több koncertet is adunk. De a kis kluboktól kezdve a szabadtéri fesztiválokon, a blues fesztiválok, rock and roll happeningek, autós találkozók, mindenféle művészeti fesztivál, és nem csak Magyarországra kell gondolni, hanem Európa 17 vagy 8 országában fordultunk meg, tehát mindenfelé igyekszünk eljutni, ha már csak bírunk. A zenéket ki írja? A számok jó része feldolgozás, persze teljesen sok-sok
teljesen kiforgatva magából, olyan értelemben, hogy teljesen a magunk szájízére alakítva. A kisebbik része az, ami saját szám, ezeket én körmöltem. De ugyanebben a felfogásban, mint ahogy az átdolgozások is, tehát angol nyelven és az akkori zenei világot, hangszerelést, meg megszólalást követve. A közönség hogyan fogadja ezt a műfajt? Jók a tapasztalatok, szerencsére. Én azt hiszem, hogy abból is kifolyólag, hogy ez egy könnyen befogadható műfaj. Tehát a koncertek nagy része vidám dalokból áll, tehát mozogni is lehet rá, táncolni. És nem kell... alapvető zenei műveltség ahhoz, hogy valaki élvezze ezt a zenét. Tehát ugyanúgy, mint ahogy saját magunk is vagyunk, tehát az egyszerű embereknek szól, meg mindenkinek. Tehát a 5 évestől a 95 évesig, vagy bármeddig. Te miért kezdtél el zenélni? Hát éreztem egy késztetést, nem tudom. Egészen korán. A gitározási dolog ez körülbelül szerintem olyan 10 éves koromtól kezdve. Aztán 13 éves korom körül komolyodott a dolog, és 15 éves voltam, amikor először színpadra léptem 99-ben. A Esztergomba egy blues fesztiválon, akkoriban egyedül léptem föl szólóműsorra. Más zenekarban is játszottál? Nagyon sok helyen megfordultam, sok helyen mint vendég, sok helyen mint kísérőgitáros, meg egyéb dolgok, és ezt nagyon-nagyon szerencsés dolognak tartom, mert így rengeteg tapasztalatot gyűjt az ember, hogy más dolgokba is kipróbálja magát, még ha a műfaj az nagyjából hasonló is, de más szituációkban, más posztokon, tehát hogy nem én vagyok a frontember, hanem a háttérben kísérem az adott frontembert. Tényleg nagyon hosszú sora van, hogy kikkel sikerült együtt zenélni, és emiatt nagyon szerencsésnek érzem magam. So evil, but that's the way to make it.
fér bele már az adásunkba. Kövessetek minket a Facebook oldalunkon is, és élvezzétek ki a nyár hátra levő részét. Sziasztok!